Jelentősen megváltozott a vasárnaptól hatályba lépett szabálysértési törvény, így az autósoknak sokkal jobban kell vigyázniuk, hiszen egy apróbb hiba is többe kerülhet, mint eddig. Szecsei Zsolt a Tolna megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője is elismerte, a törvény jóval szigorúbb az elődjénél, ami például abban is megmutatkozik, hogy közúti ellenőrzésnél adott esetben a rendőrnek már nem a mérlegelési jogkörébe tartozik, hogy mekkora bírságot szab ki. Példáként említhetem a, gyermekbiztonsági rendszerre vonatkozó kötelezettségek megszegését, magyarabbra lefordítva a gyermekülés használatának mellőzését. Ott a legsúlyosabb a fix bírságösszeg, 30 ezer forint fix helyszíni bírságot kell kiszabni a rendőrnek, hogyha ezt nem használják. A fix bírságok összege 15-20-25, illetve 30 ezer forint lehet. Ha az autós úgynevezett visszaeső, tehát második alkalommal is a hiányzó gyermekülés miatt bírságolják meg, akkor ezért már nem 30, hanem 60 ezer forintot kell fizetnie. Ha a megbírságolt autós nem fizet, akkor az új törvények értelmében már nem adók módján hajtják be a tartozást, hanem ha 30 napon belül nem jelentkezik közmunkára, akkor akár elzárással is büntethetik. A TMRFK és az alárendeltségébe tartozó rendőrkapitányságok úgy, hogy az összegeket még a régi törvény alapján határozták meg, 2011-ben több mint 160 millió forint bírságot szabtak ki. Szecsei Zsolt elmondta, ez nem a TMRFK saját bevétele, hanem a központi költségvetésé.